Ilyenkor még szokott aludni. Fél nyolc van. Most is kérdezik. Én voltam az első. Én voltam az első. Nem, nem. Kozma volt az első. Kozma volt az első. Mondták, hogy mindenki ilyen buszos, hogy tényleg olyan rövid. Nem voltam, hogy mondjak. Töttük Szentléleken a garást, és nagy futásba bejött. Az agyam ott volt, hogy cserepet mikor, ki jön este, és... Kezdeni. Valami vagy alternátor vagy valamire le... Nem, lehet, hogy nem tudsz vissza. Lehet, nem tudsz vissza. Fentudja. Tja. Én pálmos lennék, pedig csak bemet valami a szerembe. Te perc, egyik szemem sírs a másik neve. Volt itt egy függöny, és amögé így bebújtam. És az most nincs. Most azt csinálom, hogy bebújsz a szekrénybe. És akkor itt leterítem, itt, hogy hívják a pokrocca. A Marosvásárhely. Híreket mondunk. A mikrofonnál Benedek Botond. Társadalmi célú hirdetés. Társadalmi... Meghívtál minket a lakomára, az együtt létét tied a hála. Mert úgy szerettél, emberré lettél, kenyeret adtál, nekünk is ettél. Amen. Jobb napja, én is tudja a jobb napja, én így csinál. Minden kucsinálnál vagy szoktuk, akkor is tudni kéne járkáljuk. Sziasztok, szevasztok. Egy kicsit eljött kérhető. Nem tudom, itt kell legyen a kokinne. Nem raktad el? Nem raktam el. Franckukodni. Száz éve szem, inkább egy... Jó? Na, csüggyes! Nem ettem a hat!
régóta csak szövegpróba lesz. Úgyhogy lélekben is így készültem. De hát mindig vannak meglepetések, és ez végül is jó meglepetés volt. Kicsit megmozgatott. Van olyan helyzet, amikor beszédesebb vagy? Van. Van. Nem indult be, akkor busszal kell menjen. Volt valami kontakt hibája. Jó. Hát. Ez ilyen startupos. De nem valami aksi kímélő. Csináltak kajátnál? Főztem egy levest. Az illene, hogyha ilyesmiket tényleg elnék, hogy csíri bicsike, csíri bicsike. Kend, bicsket, hány? Mit hány? Bicsket. Egy pohár pálinkával a sörrel meg tudnálom kínálni. Nem. Nem is lauda? Hogy csinál cica? Jabba. És a kutya? Jabba. Mit csinálsz a kutyusra? Vuvu! 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 Nem ott vagy azt? Megindult a kocsi. Hánykor indultunk? Négykor. Bár lehet, hogy fél ötkor, nem tudom, hogy elérünk igazából. Akkor nézem csomófalda pontosan hány kilométer. Jól laktál? Nem laktáljunk. És mi? Nem. Nem. Ja. 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 A rúzsaszín? Vagy más? Májba. Rúzsaszín? Milyen pillanat? Hol ide? Ciklám. Nem tudom. Hova mész, Pancsa? Hova mész? Hova visz, Jobb? Hát a szín. Amellett, hogy pénzkereseti lehetőség, én szolgálatnak is fogom fel. Segítek a párnak. Kicsit együtt imádkozom velük, vagy szorítok nekik, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt szebb szóval. Hogy jó sikerüljön, velük vagyok. Voltak azért megjegyzések, hogy hát ezt hogy lehet így a színház mellett csinálni, és most már akkor nekem is voltak dilemmáim, hogy talán nem kéne, vagy sok, vagy nincs közöm hozzá, de mióta úgy állok hozzá, hogy tényleg nem azt látom, hogy
nem azon előttem reggel kifizetnek vagy nem fizetnek, hanem tényleg egy segítség vagyok nekik azóta így. Jó, könnyebb is. Nem munka. Nagyon jó tapasztalataim vannak. Hagyományostól a modern lagzikig. És őszinte pillanatokat... Most tudom, hányszor sikerült elérzékenyülnöm jobban, mint az új pár. Mert hát ők is persze, de hogy olyan jó körülmények voltak, olyan annyira figyeltek egymás, olyan őszinte emberek. Ha nem merünk hibázni, akkor csak végrehajtunk. És megfelelünk. A rutin az nagyon veszélyes. Szerintem mindenki fél ettől, művészek, vagy nem tudom, hogy mindenki, de örülnék, ha valaki azt mondaná 50 évesen, hogy ne, ugyanazt csinálod 10 éve, pihenj meg, menj más vizekre. Például azért tudom becsülni, amit te csináltál, most nem tudom miért, mi volt az indítatása, de kíváncsi is vagyok, hogy azt tudok mondani, hogy váltok. Alkotó és alkotó között valami olyan párbeszéd, amikor tényleg kíváncsi vagy a másikra, hogy az milyen ritka. És bízol benne, na ez a bizalom még egy kulcs. Mert akkor várok 2 próbát, 3 próbát, és ha bízok benne, hozni fogja. Hiszek a külső szembe. Én hiszek a rendezőkbe. Olyan vicces, mert biztos minden színész el tudja mondani, milyen az ideális rendező. Most így magamra ismertem. Úgy tudjuk, hogy milyen az ideális. Milyen motorkerékpárod van? Honda Transalp. Öreg gép, de szeretem nagyon, ilyen kétéltű. Enduro, enduro. A nyáron voltunk a Transfogarasban, és az olyan jó volt, az a 3 nap, ennyi idő volt, de hát... Borsika szeret motorozni? Nem. Ellenzi ezt is, ellenzi, nem nagyon szimpatizálja a dolgot, mert titkon iratkoztam be a suliba, most 2 éve. Mi volt a reakciója, amikor megtudtam? Hát döbbenet, csend. A párbeszéd. Ez egyik legfontosabb a párbeszéd. Csumán. Hát csak egy Laci lerassítasz. Igen. Halló! Szervusz, jössze, előadásra! Nem tudnál egy fekete 42-es félcipőt hozni nekem? Filmer? Aha. De miért? Igen, nem a festéktől lesz jobb az előadás, de egy kicsit szoktam tenni. Egyik kollégámtól tanultam, hogy kéket is kell tenni, mert az a tehetséges szín, úgyhogy mindjárt fogok tenni egy kicsi kéket is, de nem attól lesz jobb az előadás, csak kihangsúlyozza a szemet. A kék és a fekete együtt valami olyan harmonikus összest alkot, hogy mit tudja a néző, hogy mit lát. Persze mögött van a tehetség azért a szerénység, de... Na. Nem is látszik. Látszik, hogy tettem kéket, de én tudom. Egy gyűrűmet el kell dugjam. Ne kell vegyem olyan gyűrűmet. Soha tökéletes vagyok. Ez már profi. Elég profi. De jó, tetszett, hogy megisz a két felmesőben. Sőt, miért nem végig most én vagyok a lófóliumítósága legkisztelő adat, és nem volt. Óriási tréfát csinálni is van. Nehogy bolondot csinálja, mérnök. Nem is. Én ezt. Melyik? Nagy balondot csináljunk? Na most, amíg mulatunk, nem tudom mi, ez van. Még az istállóban is jobban mulatunk. Igen, nem vállalom. Ez az a mondatod. Hát miért? Nehogy balondot csináljunk, mérnök úr, akkor nem azt kellett volna mondja. De egész éjszaka mulatunk, hogy szokról fog között, nem? De. Vagy ez lett volna hamarabb.
Nem, nekem ez az első ilyenek. Egész éjjel mulatni fogsz a grótok igen, között. De erre mit mond? Tehát az van, hogy nem vállalok, még az istállóban is jobban mulatok, nem vállalok. Miért nem? Félsz, hogy kidobnak? De nem mondtad, hogy mulat. Előtte vagyunk még. Előtte. Ott vagyunk, hogy elmondod, hogy... Sürgőj. A igen. Hát, ha mégis megérkezik Elemérik gróf. Hát, hogy érkezne meg? Te Miska, engem kitottak ebből a házból, mert nem vagyok gróf. Na majd adok én nekik olyan grófot, hogy életük végéig megemlegetik. Óriási tréfát csinálunk Miska. Na, hogy bolondot csináljon, miért? A Miska, az Elemérik itt már nincs. Ez nem Miska. Mondtam, hogy pénteken itt játszunk. Tudták egyesek. Kettesek pedig. Akkor tudták meg. Megjött a félcipő, egy telefonomba került. Ilyenek a barátok. Nem haverok. Köszi Csabi.